Volt néhány spirulina cég, amely folyamatosan támadta a tagjainkat. Azt mondták, hogy a mi ganodermánk nem tartalmaz aminósavat, nem tartalmaz omega-3-at, omega-6-ot, és nincs benne klorofil. Éppen ezek miatt kezdtem el tanulmányozni a spirulinát. Tudósok vagyunk, és bár egymással versengünk, a spirulina nem lehet ennek az áldozata. Tudósok vagyunk, tehát tanulmányozunk. Ahogy egyre jobban tanulmányoztuk a spirulinát, egyre jobban beleszerettünk. Nagyon jó élelmiszer, legalább olyan jó, mint a ganoderma. Ezután elkezdtem mintákat rendelni. Mintákat rendeltünk Amerikából, Ázsiából, Tájföldről, Indiából, még Afrikából is, mert ott vannak sósvízi spirulinák. Nagyon sok fajt importáltunk Malajziába. Nem az összes alkalmazkodott, tehát laborban termesztettük. Ezután a tóba tettük, de sok elpusztult. 90%. De ami túlélte, az biztos jó spirulina. Azokat kivontuk, a laborba vittük és szaporítottuk, visszatettük a vízbe, de 80%-uk ismét elpusztult. Ám a halálozás egyre csökkent. Végül teljesen alkalmazkodtak. Tehát Malajziában 6 hónapig naponta tudunk spirulinát szüretelni. Ezért lett nagyon fontos termék. Az emberek felteszik nekem a kérdést, hogy miért spirulina. Mert a spirulina és a ganoderma 100%-ig kiegészítik egymást. Nem ismétlődnek a tulajdonságaik. A spirulinában nincs nukleinsav, azonban a ganoderma tele van vele. A nukleinsav fontos a sejtek működéséhez és máshoz is. A poliszaharid a ganodermában magas polimerű, míg a spirulinában alacsony polimerű. Szóval, ha ezt a kettőt kombináljuk, akkor a poliszaharidok teljes spektrumát kapjuk. Az alacsony polimertől a magasig. A ganodermában nincs fehérje, a spirulina tele van aminoproteinnel. A ganodermában nincs omega, ám a spirulina tele van omegával. Ezért mondjuk a ganodermáról és a spirulináról, hogyha a ganoderma a király, akkor a spirulina a királynő. És amikor ezeket együtt fogyasztjuk, akkor tökéletes élelmiszert kapunk. Ezért is van ennyi csodálatos terméktapasztalatunk, amikor ezt a kettőt kombináljuk.